Hey! Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Sziasztok! Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk log. A következőkben pedig sörözni fogunk, ráadásul mennyei sörrel. Nos, így néz ki a Mennyei Ser című társas játék, hogy a két játékosra készítettem elő. Mindkét játékos egy ilyen serfőző apátságot üzemeltet, és megpróbálja úgy egyensúlyban tartani a pénzt, illetve a különféle győzelmi pont szerzési lehetőségeket, hogy ne menjen tönkre a gazdasága. A játék játékos számtól függően különböző fordulókból áll, két játékos esetén három forduló alatt megépítik a játékosok a kis birodalmukat. Nagyon egyszerű mechanizmusa van a játéknak, ugyanis van egy játékos bábú, és a játékos bábút az óramutató járásának megegyezően megfelelően lépteti előre, muszáj legalább egyet lépnie, és akármennyit léphet. Borzasztó egyszerű szabály, kiválaszt egy mezőt, ráhelyezi a bábúját, és csak egy olyan mezőre léphet, amit végre is hajt. Különféle mezők vannak, például ilyen mindenféle maláta, gabona, meg mindenféle különleges nyersanyag szerző mező, és amikor egy játékos rálép a bábújával, a piros játékos kezmerő van az egyesen, a többi játékos más nyersanyaggal indul a játék elején. A játékos rálép egy mezőre, és egy nagyon-nagyon fontos stratégiai döntést hoz, hogy ezt a felvett dolgot, legyen ez egy apát, vagy legyen az egy ilyen nyersanyag, azt a sötét oldalra helyezi rá, és a pénz szerzését, a pénz menedzsmentjét szeretné használni, vagy esetleg a világos oldalra helyezi azt le, és akkor pontot szeretne majd azzal, ugyanis a világos oldalból a pont származik, majd a különféle ilyen előretolási lehetőségek, illetve vagy a sötét oldalról a pénz szerzési lehetőség. Igen ám, hogyha a felvett cuccot azt a sötét oldalra teszi, akkor az ott látható számnak megfelelő összeget kell befizetnie, ám hogyha a világos oldalra teszi, akkor annak a dupláját, és hát látjátok, 25 pénzzel indulunk a játék elején, meglehetősen gyorsan el tud fogyni az a bizonyos pénz a játékban. Ugyanígy az apátokkal is, az apátok attól függően, hogy a forduló elején akár 4 pénzbe is kerülhetnek, de ahogy a forduló előre halad egyre kevesebbet, a forduló végén már csak 1 pénzt kell fizetni egy apátért. Az apát nagyon izgalmas tüneménye a játéknak, amikor kérték ők az apátot, minden mellette lévő mezőt értékeltet. Az értékelés úgy megy a játékban, úgy kap a játékos pontot vagy pénzt, hogy ilyen értékelő mezőre lép, ez A, B, C, a különféle pontokat tudunk itt oldalt értékelni, amikor egy játékos elhelyez a bábúját, akkor az adott betűjelnek megfelelő helyre teheti, a forduló végén pedig vannak ilyen összevont joker mezők, amikor eldönthet a játékos, hogy pontosan mit értékel. Az összes letett és csak is olyan letett színű nyersanyagokat értékelheti, a joker mezőről vesz fel, akkor egy általa választott nyersanyagot, itt az apátokat értékelheti. Nagyon izgalmas mechanizmus a játéknak, hogy a játék elén indulunk ilyen segítségkártyákkal, ebből mindenki 5-öt kap, mindegyik felhasználható egyébként vészhelyzet esetén 3 pénzként is, és hogyha két értékelő bábút lesikerül tenni egymás mellé a játékos táblán, akkor a játékos ezek közül aktiválhat egyet, és mondjuk azt mondja, hogyha sikerült egymás mellett 2 ilyen dolgot, mondjuk egy jokert meg egy ilyen fadnyásságot értékelni, akkor megkap a játékos még 12 pénzt, vagy tolást a bácsin, a serfőző apáton, vagy extra pontot, vagy különféle tolási lehetőségeket. A játékosok lépkednek előre, ugye nagyon fontos szabály, hogy nem léphetnek visszafele. Nagyon különleges mező még a játéknak, a játékvégi győzelmi pont szerző lapka. Ez bizonyos feltételekhez kötött, hogyha nagy hordót veszel a játékos, aki elsőként teljesíti az ott látható dolgokat, akkor az 4 pont, hogyha másodjára, akkor már csak 2. Ez 2 mezőn elérhető, aki odalép, megnézi, hogy ezek közül mi teljesült neki, és azokat mind elveszi, és szépen lassan a játékosok körbeérnek. Aki először befejezi az adott fordulót, eldöntheti, hogy mit akar, lehet kezdőjátékos, vagy más nyersanyag, aki utoljára lép be, két játékos, nyilván a második, neki már, hogyha szabad az első helyezés, akkor a következő kezdés, akkor muszáj azt választania. Ez megtörténik 3-szor, és hogyha 3 forduló után megnézik a játékosok, hogy hol helyezkedik el a serfőző apát ezen a bizonyos mezőn, és nagyon érdekes a játékvégi pontszámítása a játéknak, ugyanis mindig a leghátsót kell majd az szerint a bizonyos arányú beváltásban tolni előre. A legelsőt annyit kell visszatolni, hogy egyet menjen előre a leghátsó, ez vagy 5-1, vagy 4-1, vagy 3-1, attól függően, hogy mennyire elő van a serfőző apát, megpróbálja legelőre tolni a leghátsó jelölőit a játékos. Ugye szerencsés a játék közben előre masszírozni ezeket a jelölőket, és megnézzük, hogy hol végez a leghátsó ilyen jelölő, és annak a számnak a felszorzását határozza meg a apát pozíciója. Például, hogyha itt fejezi be a serfőző apát ezen a hordósávon, akkor 3-1 arányban tologatjuk előre a leghátsót, és felszorozzuk a végeredményt 4-jel, ehhez hozzájönnek még a hordópontok, és aki a legtöbb pontot gyűjtötte, győz.
A játékban az egyik legfontosabb erőforrás, úgymond az a pénz, nagyon-nagyon fontos, hogy a játékos építse a gazdaságát, mert meglehetősen könnyen tönkre tud az menni. Ezen kívül nagyon-nagyon fontos tüneménye még a játéknak is érdekessége, a csűrlapkák. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a játékos a tábláján a bizonyos ilyen csűrterületeket milyen mezőkkel veszi körbe, mert annak megfelelően bizonyos értékű csűrlapkákat vehet el, attól függően, hogy hány pontértékkel bírnak körülötte a lapkák. Ezek segíthetik a serfőzőapát előlépését, esetleg egy lapka újraaktiválását, ami lehet esetleg egy apát, ami az összes környező dolgot aktiválja, úgyhogy rengeteg stratégiai lehetőség van ebben a játékban. A Heaven and Hell, a mennyei ser című játék egy igazán nagy meglepetés számomra. Én Michael Kiesling munkásságát nagyon szeretem, ő nagyon sok játékot készített már Wolfgang Kramer nagy társasjátékos nagypapával, akik nagyon sok társasjátékot, Tikal, Torres, Carrara, Nauticus, egy csomó nagyon fontos alapművet tettek le az asztalra, és 2017-ben úgy néz ki, hogy Michael Kieslingnek egy nagyon aktív éve volt, Azul, a Riverboat, illetve a Heaven and Hell című játék, és ennek meg mind a három játék varázslatos, és nekem ebből az egyik kedvencem a mennyei ser, azért, mert sörös játékot, mint témát én még egyáltalán nem sehol, és hát, hogy is mondjam, meglehetősen ügyes választás, legalábbis ami a témát illeti, de hogy emögött a nagyon látványos, különleges, klasszikus téma mögött mi rejlik, gyertek, nézzük meg. A mennyei ser című játék szinte meglehetősen nehéz. Kimondom, nem szabályrendszerében, a szabályrendszert viszonylag könnyebb pikpak elsajátítani, már a második fordulóban nagyon magától értető tud lenni, de azért nehéz, mert az a fajta társas játék, amiben tönkre tudsz menni. És pont ettől mondom, hogy a mennyei ser, bár egy varázslatos társasjáték, és nagyon szívesen játszok bármikor, picit úgy nekiszánós társasjáték, és láttam már embert, aki most barátkozott ezzel a játékkal, elfogyott az összes pénze, nem tudott mit csinálni, nagyon sokat kellett előre menjen a bábujával, rettetesen keservesen jutott további pénzekhez, úgyhogy pici szellemi befektetés kérő játék, nem egy filler, bár a játékhoz nem ilyen szörnyetegen nagy, ilyen 4-5 órán keresztül játszik, nagyon-nagyon gyorsan le tud menni egy játékparti, viszont egy olyasfajta társas játék, ami a koncentrációdat, figyelmedet kéri, euró, abszolút tervezős, nagyon-nagyon fontos, hogy egy engine building, egy mechanizmust építes, stratégiai, hosszú távú döntéseket hozol a játékba, és bizony ez az a fajta társas játék, ami balul tud elsülni. Előfordulhat, hogy nulla ponttal végzel. Előfordulhat, hogy tönkre megy a játékod, és a játék felénél azt érzed, hogy elvesztettem a játékot. Úgyhogy nem az a könnyed szórakozás, és meglehetősen szűk a bizonyos keret. A pénz, állandóan pénzmizériánk van, de hogyha ezt tudod, és ez alatt tudattal ülsz le ezzel a játékkal játszani, a maga egy órás terjedelmében varázslatos mélységű társasjáték. És pont ezért szeretem nagyon, mert nagyon rövid idő alatt tud, nagyon komoly flow-t, hangulatot, tervezést és igazi esszenciális társasjátékként lehet az asztalra. Nagyon kevés játék tud ilyet. A külcsín és az alkatrészek teljesen oké, eurós hangulat. Én megszoktam, hogy az euró társasjátékok, az európai típusú társasjátékok nem a szépséggel, nem a történettel domborítanak, hanem a stratégiai mélységekkel. Azzal, hogy meglehetősen nyílt ez a társasjáték, rengeteg minden tervezhető. Én nagyon szeretem azt, hogy nem csak a saját kis birodalmamban, kis birtokomban vagyok érdekelt, nagyon fontos információ, hogy többiek mit akarnak, mit akarhatnak, milyen értékelő korongokat vesznek le előlem. Az interakció, hát inkább ilyen egymással elhappolós hangulatú, nem nagyon van beleszólásom a többiek birodalmában, viszont nagyon-nagyon fontos figyelnem, hogy ki miben érdekelt. A játékos száma egy picit belekötnék. 2-3-4 játékos optimalizált a játékos, én nem szeretem 3-an. 4-en nagyon jó, nagyon-nagyon komoly társas játék. Én picit el szoktam fáradni, hogyha 4-en játszok. 2-en viszonylag ilyen pak-pak-pak-pak könnyebben lemegy egy parti. 3-an, ugye 6 forduló van a játékban, ha 2-en játszok, akkor 3 fordulót, ha 4-en akkor 6-ot. Hogyha 3-an játszok, akkor csak 4 fordulót. Arányaiban nehezebb, és nekem egy picit szögletesebb is, hogyha tehetem, akkor vagy 2-en, vagy 4 fővel ajánlom ezt a játékot, illetve szeretem is játszani. A nagyon hangulatos, kedves, sörös témán túl egy nagyon komoly és mély társas játékot ismertem meg a Mennyei Ser című játékban, amit messze menőkig ajánlok nem csak sörrajongóknak, hanem akik komplexebb, komolyabb gamer játékokkal szeretnének játszani. Nem kell megijedni, nem ilyen rettetes a homlokráncolós, de azért hozunk benne kemény döntéseket, és hát azért elfér az a bizonyos sör az asztal mellett, mert megvan benne az a könnyed kis pakolgatás, hogy nem érzem azt, hogy soha véget nem érő játék. Nagyon kompakt, tervezhető, és még egyszer, ami nekem nagyon tetszett, hogy ebben a játékidőben meglepő komoly mélységeket tudott a játék asztalra tenni, ami akár egy kisbaba mellett, akár a rohanó hétköznapig mellett nagyon-nagyon hangulatos tud lenni. Nagyon szépen köszönöm a Piatniknak a nagylelkű támogatását a résszel kapcsolatban. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, ami nem iratkoztál fel, akkor kérlek tedd meg, és hát hamarosan újabb bemutatókkal, meg mindenféle különleges dologgal jelentkezünk. Addig is jó játékokat, sziasztok!
Akik közelebbről ismernek, tudják, hogy én nem vagyok egy kifejezetten nagy soros alkat, de ezt minden társasjátékos tiszteletére iszom. Egészségetekre!